Mint ahogyan arról már múlt héten beszámoltunk, jogorvoslati kérelmek érkeztek a szeptember 10-i időközi polgármester választás eredménye ellen a helyi választási bizottsághoz. Emiatt elmaradt Szabó Péter Paksúly polgármesterének a hivatalos eskütétele. A helyi választási bizottság ezeket a beadványokat elutasította, így a kérelmezők, a Nemzeti Zöld Koalíció és a Környezetvédők Pártjának a szavazatszámláló bizottságba delegált egyik tagja a Tolna megyei területi választási irodához fordult, akik a kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül a mai napon mind elutasította. Párt színekben beadott jogorvoslati kérelmek indokolása röviden annyi, hogy nem jogosultól származik a fellebezés, az azért, hogy olyan párt nyújtotta be a fellebezést a választás eredmény ellen, aki a választás során jelöltet nem állított, tehát nem volt érdekelt. A természetes személy által benyújtott több fellebezést pedig azért utasított el érdemi vizsgálat nélkül, mert nem jelölte meg azokat a vélt jogszabályi sértéseket konkrét törvényi hivatkozással, amelyet a fellebezésében állított. Dr. Blazsák Balázs elmondta, mind a jogi, mind pedig a magánszemély előéletét ismerve, várható, hogy a jogorvoslati kérelmeiket tovább viszik az ítélő táblához, és ismét fellebbeznek, egy-két kifogásukat ismertette is. Például a választási alapelvre, az esélyegyenlőségre hivatkozott, vagy kifogásolta azt, hogy ő általa úgy ismert tények szerint egy-két választópolgár ezt hallotta, nem kapta meg a választás értesítőt. Na most például a választás értesítőről annyit tudni kell, hogy nem tartozik a helyi önkormányzat egyetlen egy szervének a hatáskörébe sem ennek a kézbesítés, ezt a Nemzeti Választási Iroda küldi ki. Nem szigorú számadású nyomtatvány, ez egy értesítő, normál postai küldemény érkezik több héttel a választás előtt. A helyi választási iroda vezetője hozzátette, mindez nem befolyásolja a szeptember 10-i időközi polgármester választás eredményét, de így legkorábban jövő héten tudja letenni az ünnepélyes esküt Szabó Péter Paksúly polgármestere.